Üdvözlöm a Beol Podcast hallgatóit, Vásári Erzsébet vagyok, a Békés megyei hírlap újságírója. Mai adásunkban dr. Bánhegyi Róbert Jánossal, onkológussal, belgyógyásszal, hematológussal, a Békés Vármegyei Központi Kórház onkológiai centrumának vezető helyettesével beszélgetek, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a napokban átvehette a Szentgyörgyi Albert orvosi díjat. Üdvözlöm a hallgatókat! Mivel foglalkozol, és milyen kutatást végeztél az onkodiabetológiában, és egyáltalán mi ez az onkodiabetológia? Igen, hogyha ezt szeretném részletesen elmagyarázni és körbejön, akkor vissza kell menni a pályám kezdetéhez. 2000-ben végeztem az Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána gyakorlatilag azonnal Gyulára kerültem, belgyászaton kezdtem dolgozni, konkrétan a fertőző osztályon, és itt kerültem akkori mentorom hatása alá tudományos vonzódásom tekintetében, és fordultam a diabétesz hátterének vizsgálatai kutatása felé, és ekközben lettem figyelmes már 2001-ben arra, hogy a cukorbetegség a daganatokkal is összefonódik, nem csak a fertőzésekkel. Ennek kapcsán akkor előadást is tartottam, utána ez a gondolat búrjánzott bennem jó értelemben tovább, és 2004-ben, amikor átkerültem a kórházunk onkológiai centrumába, akkor ezen gondolataim alapján folytattam kutatásomat, és betegek adatait folyamatosan gyűjtve, igazoltnak láttam a korábbi feltételezésemet, hogy a diabétesz és a rákbetegség összefüggnek. Ez odáig ment ez az érdeklődés és kutatás, hogy 2009-ben már számadatokkal alátámasztottam, és tudtam ezt az összefüggést igazolni, és 2010-ben ezek alapján, illetve irodalmi kutatásaim alapján cikket közöltem néhány munkatársammal a Magyar Onkológia című szaklapban, majd pedig len a Magyar Klinikai Onkológiai Társaságnak köszönhetően nyerhettem el ugyanezen témával kapcsolatban egy díjat, melynek a címe, illetve a pályázatnak a címe, ekkor beadtam, antidiabetikumok rákellenes alkalmazása volt. Ugyanis 2009-ben a diabétesz és rák viszonyát vizsgálva már odáig jutottam következtetéseimben, hogy mi lenne, ha antidiabetikumokat, azaz cukorbetegség kezelésére használt gyógyszereket alkalmaznánk rák ellen. Nyilván ennek rengeteg kérdése vetődik is fel, de ez nyilván egy hosszabb műsort igényel, hogy ezt kibontsuk, illetve inkább szakmai jellegű lenne az. És ezen át is ugornék, visszatérve a fő gondolatra, tehát a diabétesz-rák kapcsolatát 2010-es cikk és díj után is tovább vizsgáltam, és aztán születtek további megjelenéseim, előadásaim ebben a témában. 2017-től a Pécsi Tudományegyetem doktoriskolájába nyertem felvételt, ahol ugyancsak ezt a gondolatmenetet vittem tovább, és a PhD diplomunkámat, szakdolgozatomat, disszertációmat is ebben a témában írtam. FTO, ezt lehet, hogy nem kellene elmondani, de csak elmondom, FTO, mert nagyra nyelvtörő gyakorlatilag, FTO és az FTO génpolimorfizmus és a elhízás, diabétesz, tehát cukorbetegség és rákbetegség viszonyáról írtam, onkodiabetológiai összefüggések alcímmel. Tudomásom szerint ekkor jelent meg először leírva az onkodiabetológia, mint szószetétel, illetve a szakdolgozatom írása közben az ahhoz szükséges anyagok megírása, előzetes cikkek elkészülése során 2022-ben jelenhetett meg egy cikktrilógia az Orvosi Hetilapban, onkodiabetológia 1-2-3 alcímekkel. Tehát gyakorlatilag idáig vihetném vissza a szószetétel eredetét, tehát még 2 éve sincs, hogy beszélhetünk onkodiabetológiáról, és most már ezt a szószetételt szeretném tartalommal, minél nagyobb tartalommal megtölteni. Hát nem tudom, a tudománynak a történetől esetleg beleférne esetleg 2 mondat. Én 100 évre gyökeresztettem, eredeztetem ezt a tudományt, amikor is
Warburg nevezetű német biokémikus először mondta ki, állapította meg, hogy az egészséges és a ráksejtek anyagcseréje egymástól lényegesen különbözik, különösen a szénhidrát anyagcseréjük, részletekbe így sem mennék bele, akkor a feltételezését, megállapítását kísérletesen még igazolni nem tudta, sőt, egész élete során sem tudta sajnos, 1970-ben hunyt el, ha jól tudom. Viszont talán elég tételt jelent utólagosan posztumusz is számára, hogy szintén német biokémikusok végül 2006-ban igazolták az ő tanait. Egyébként Warburg Nobel-díjat is kapott, de nem ezért a megállapításáért. 2006 egyébként nem csak azért fontos fordulópont, mert az ő feltételezését sikerült igazolni, hanem azért is, mert ekkor zárult le az emberi genomnak a feltérképezése, a Human Genome Project, és hát innentől kezdve olyan új genetikai vizsgálómódszerek is kifejlesztésre kerültek, génasszociációs vizsgálatok is elterjedtek, amelyek révén korábban genetikailag nem magyarázható, poligénesen, tehát nagyon sok gén által meghatározottan öröklődő népbetegségek közti kapcsolatok feltárására nyílt lehetőség, mint az elhízás, illetve a kettes típusú cukorbetegség és a rákbetegség is valahol idevehető, és egyre több olyan gén merült fel a kutatások során, amelyek eltérései mindhárom népbetegségben megfigyelhetők voltak. A gondolatok ezen alapulva, továbbfejlődve elvezethetnek odáig, hogy a közös gének, a genetikai összefüggések, a közös metabolizmus ezen betegségek között végül közös terápiákat is eredményezhet, és szerintem az onkodermatológiának ez a legfontosabb célja, hogy megtaláljuk azokat a közös terápiákat, hiszen ebből profitálhatnak a betegek alapvetően, amely közös terápiák révén mind a diabétesz, a kettes típusú cukorbetegség, mind a rákbetegség is kontrolláltá, gyógyíthatóvá válhat. Gondolok itt elsődlegesen a cukorbetegség kezelésére használt antidiabetikumok és a rákbetegség kezelésére használt antineoplasztikumok sajátos kombinációjának a kifejlesztésére. Csak egy példát említenék, az antidiabetikumok számos esetben, erre adatok is vannak, elősegítik a antineoplasztikumot, tehát a rákellenes szeretnek a rákellenes hatását. Nagyon-nagyon-nagyon rövid kérdésre, nagyon hosszú a válasz, de holnapig tudnák még erről mesélni nyilván. Milyen munkál előtted, hogyha itt a kutatást részleteznénk egy picit, mégis mi meséltél itt a beteganyagokat, említetted. Gondolom itt azért éjszakákban menő dolgok voltak, és munka mellett nem volt ugye egyszerű erről, hogyha egy pár mondatot elmondanál. Igen, tehát, hogy említettem, már 2001 óta foglalkozok ezzel a dologgal. 2009-10-ben akkor elkezdtem táblázatba gyűjteni a betegadatokat komolyabban, és végül a PhD munkám során 2020-22-ben is ezen anyagokat kiegészítve dolgoztam fel, ezeket az anyagokat dolgoztam fel, és ezek retrospektív vizsgálatok voltak, tehát úgymond visszatekintő vizsgálatok, és a teljes egyértelmű bizonyítéka az összefüggéseknek úgy állítható elő, hogyha prospektív vizsgálatokat végzünk. Tehát, hogy milyen munka áll előttem, ezzel szeretném megválaszolni. Tehát szeretnék olyan klinikai vizsgálatokat elindítani, vagy segíteni, kutatásokat elősegíteni, modulálni, amelyek révén betegeket után követve, tehát olyan betegeket, akik cukorbetegségben szenvednek, vagy rákbetegségben szenvednek, vagy mindkettőben szenvednek, esetleg kontrollcsoporttal összevetve, éveken keresztül követhetnénk, és úgy vonhatnánk a következtetést ezen betegségek összefüggéseiről és közös terápiáiról. Tehát a prospektív vizsgálatnak mindenképpen nagyobb a súlya tudományos szempontból, mint egy retrospektív vizsgálatnak. Ez lenne ugye a jövő, tehát én ezt szeretném támogatni és csinálni, a jövő munkája számomra ez, és hát valóban azért ez rengeteg szabadidőt vesz el az életemből, és a családom számára ez rengeteg lemondás volt, meg még most is az természetesen, mert sok minden másban is most is benne vagyok. Hát az elmúlt 10-15 évben kedves feleségem is volt, hogy segítette az adatok gyűjtésében, kiírásában. Egy alkalommal 22 ezer adatot rögzítettünk egy táblázatban. Akkor ő részben nagy pocakkal, részben kismamaként segített nekem adatok összeírásában. Tehát ez közös munka volt családilag is, ha lehet így mondani. És hát azóta is, mióta mind a négy gyermekünk megszületett,
számukra is érződik az, hogy apa valami olyat csinál, ami elrabolja őt tőlük. Ez fáj is nekem, de van egy, nem is tudom, jó értelembe vett küldetéstudatom, és úgy érzem, hogyha ezt az onkodiabetológiai gondolatmenetet sikerül végigvinnem egészen addig, amit megálmodtam, megterveztem, jövő év folyamán fognak ezek a dolgok bekövetkezni, akkor egy olyan maradandó nyomot hagyhatok az életben, aminek kihatása lehet minden embertársamnak a további életére, és ez erőt ad, és a családom ezt megérti valahol, bár néha vannak ebből nyilván kisebb-nagyobb konfliktusok, de aztán valahogy ezt megértik, támogatják, már többször elmondják, hogy ez jövő évben részemről egy kicsikét változom meg, és többet legyek velük. Így is tervezem. Jövőre leszek 50 éves májusban, és ott tervezek egy fordulópontot egyébként, majd erről is beszélhetek esetleg. Milyen tapasztalatokat szereztél a betegellátásban a felfedezés óta, illetve azzal kapcsolatban, ezzel az egész kutatással kapcsolatban? Igen, tehát miközben az adatokat gyűjtöttem, nyilván közben gyógyító munkát is végeztem, és nyitott szemmel figyelve a betegek gyógyulását, a betegség korlefolyását, számos esetben visszaigazolva láttam a feltételezéseimet, a elméleteimet. Konkrét eset, ezt több helyen is elmondtam, az, amikor egy elsőleges májrákban szenvedő beteg kapcsán merült fel bennem korábbi kutatásai eredményeim alapján, hogy mi, hogy esetleg lehet-e cukorbetegsége, mert addig ő nem tudott róla. Utána jártam, és az volt. Tehát a saját adataim alapján 50-60%-os gyakorisággal jellemző ebben a daganatfajtában a diabétesz előfordulás. Ez egy nagyon nagy arány. Viszont az irodalmi adatokkal mindenképpen egybehangzó, ha utána olvasunk. Lehet, hogy a százalékokban különbségek vannak, de mindenképpen magas arányban az irodalomban is felelhető a primer, elsődleges, másértes rák mellett a diabétesz magas gyakorisága. De sorolhatnék számos más daganatféleséget, amit szintén a gyakorlatban tapasztaltam is, hogy gyakrabb, vagy nagyobb diabétesz arányjal járnak. És persze a gondolat, hogy meg is lehet fordítani, hogy a diabéteszes betegek, akiknek nincs ismert rákbetegsége, milyen mértékben vannak kitéve rákkockázatnak, és mely rákféleségek kockázatának vannak kitéve. Tehát én nagyon fontosnak érzem azt az onkodiabetológia kapcsán hangsúlyozni, hogy ez egy minimum két pólusú rendszer, az onkodiabetológia, mint tudomány, de én inkább még több pólusúnak mondanám, mert ugye egy tudománynak az elnevezése nem fedheti le a teljes tudományt, mert akkor ugye egy rekordhosszúságú 60-70 betűvel álló szót kéne kimondjunk, ami lehetetlen. Tehát az onkodiabetológia leegyszerűsítő elnevezés, ugyanis nem csak a diabétesz és a rákbetegség összefüggéseit vizsgálja saját meglátásom szerint, hanem a rákbetegséget kísérő mindenféle anyagcsereváltozás, legyen az zsíranyagcsereváltozás, fehéranyagcsereváltozás, hormonális változások, tehát mindenféle a szervezetünk teljes egészét érintő változásnak a rákbetegsége való kapcsolatát vizsgálja. Tehát nem csak a diabéteznek, bár az a legfontosabb központi része. Ezért gondolom azt fontos feladatnak, hogy az onkológusokat igyekezzünk összehozni az endokrinológusokkal, obezitológusokkal. Az obezitológusok azok a elhízástani szakemberek, a diabetológusokkal és egyéb anyagcsere specializált szakmákkal, mert hogy ezek a szakmák, társszakmák eddig nagyon közös fórumokon nem beszélhettek egymással, és én szeretném, hogyha ez a jövőben megtörténhetne. Ezzel kapcsolatos terveim vannak egyébként. Több is. És most térjünk át a díjra. Miként fogadtad a Szent Györgyi Albert orvosi díjat? Hogyan szereztél tudomást róla? Milyen érzés volt átvenni azt? Hát nyilván a díjra történő jelölés valamilyen szinten meglepett, utána a díjjal kapcsolatos szavazás folyamata is, és annak alakulása is részben, hogy is mondjam, nyilván az is meglepett valamilyen szinten, hogy gyakorlatilag 500 egynehány orvos kollégámmal együtt versenyezve, majd hogy nem lehet, nem is szép szó, de verseny, de végül csak az volt, a
szavazás elejétől kezdve az ére állhattam, és stabilan ott is maradhattam, de hát ez rengeteg páciensnek, páciensek hozzátartozóinak, engem ismerőknek volt köszönhető, tehát ez egy úgymond szélesebb értelembe vett team munka volt, hogy végül győzhettem, ezért szoktam mondani azt, hogy győzhettünk, mert rengetegen vagyunk e mögött, hogy ez sikerülhetett ez a díj, illetve annak az elnyerése, és hát lehet, hogy sokak számára ilyenkor az jön le, hogy valaki nyert egy díjat, akkor azt boldogsággal tölti el, és akkor utána happy. De én ezt nem így éltem meg, megmondom őszintén, most sem így élem meg. Tehát az ilyen díjak elnyerése az az ember számára mindig egy plusz felelősség. Tehát utána nem elég elnyerni a díjat, hanem annak utána meg is kell felelni, és azerint is kell élni, mert az emberek valamilyen szinten utána példaképnek tekintik azt, aki elnyerhette azt a díjat, és hát nem tettem meg azt, hogy laza legyek. Itt ennek kapcsán még elmondanám, hogy ugye az orvostudomány az én meglátásom, de nem csak szerintem, mások szerint is, ugye három lábon áll. Ha valaki orvosi munkát végez, akkor jár el helyesen, hogyha részben ugye végzi a gyógyító tevékenységet, a betegellátásban is ott van, részben végzi a kutatásait, a tudományos munkát, ez a másik fontos oszlop az orvosi munkámból, és a harmadik pedig az oktatás. Most mind a három oszlop az én életemben jelen van. Legnagyobb arányban nyilván a betegellátás, ezt követi a tudományos munka, főleg az éjszakáimból, a szabadidőmből, a hétvégéimből. Szerintem engem nagyon kevesen látnak a városban sétálni. Az elmúlt években is nagyon kevesen láthattak, ez általában ezért volt. És hát a harmadik oszlop pedig, ahogy mondtam, az oktatás, szintén jelen van az életemben, a Gál Ferenc Egyetemen, itt Gyulán a gyulai karon oktathatok. És hát ennek kapcsán, ennek a hármas oszlopnak kapcsán mondom, hogy nem kis büszkeséggel tölt el, hogy tavaly elnyerhettem a tudományos munkám kapcsán egy tudományos grémium elé benyújtott pályázatommal a Richter érdeméremet is, ami mintegy visszaigazolta azt, hogy talán a helyes úton járok az onkodiabetológia kapcsán, mert a pályázaton címe már akkor a bevezetés az onkodiabetológiába volt, és ugyanezzel a címmel szeretnék egyébként egy könyvet megírni. Visszautalok az interjúnk elejére, hogy ez az egyik nagy sarokpont az életemben. Jövőre, mire 50 éves leszek, szeretném ezt a könyvet megírni, összehozni, megszerkeszteni, megfelelő módon lektoráltatni és kiadni, és jövő májusra szeretném, hogyha ez le is zárulhatna, és egy könyvbemutatóval egybekötött tudományos rendezvény során ezt a szélesebb publikummal is megismertethetném. Ez egy álmom, remélem összejön, hát nem tudom, emellett más álmaimról is még mondhatok. Így van, itt az utolsó kérdésem az lenne, hogy hát mik a terveid a jövőre nézve. A kutatás tekintetében a könyvet akkor már elárultad, de mégis gondolom, meg fel is vezetted már az előző kérdéseknél, hogy azért vannak itt még tervek, meg a kerek még odébb lesz ez a kutatás. Tehát a tervek azok megvalósulás alatt állnak, éppen, mert ugye most április 29-én beszélgetünk, múlt hét pénteken, 26-án történt meg a bírósági bejegyzése a Magyar Onkodiabetológiai Egyesületnek, ami ugye egy gyulai székhelyű tudományos, illetve ahhoz kapcsolódó rendezvényszervezői és egyéb kutatástámogatási munkát fog végezni elképzeléseim szerint. És amit megálmodtam, az imént elmondtam, hogy milyen terveim vannak a jövő munkája számomra, micsoda, remélhetően ezen egyesület révén ezt a munkát majd ki tudjuk teljesíteni, ki tudjuk bontakoztatni. Tehát a MODÉ-nek, rövidítve így hangzik az egyesület neve, a fő feladatának gondolom az említett társszakmáknak a összehozását rendezvényeken, konferenciákon, ehhez kapcsolódóan nagyon fontos tervem, most már a megvalósulás mezejére lépett ez is, megvalósítás mezejére lépett, az október 11-i első magyar onkodiabetológiai szimpózium, szintén itt Gyulán, ahol az említett társszakmákat ténylegesen, azoknak a fő képviselőit ténylegesen szeretnénk egy asztalhoz leültetni, és elindítani azt a párbeszédet, vagy nem is párbeszédet, hanem polifóniát, mert itt ugye sokan leszünk, remélhetően, amely aztán végül a betegek, hogy is mondjam, életkilátásainak, boldogulásának, vagy javulására fog szolgálni. Nyilván nem egyből az első rendezvény után, de szép lassan felépítve az újabb és újabb konferenciákat, az említett könyvbemutatót, szerintem egy 2-3 év alatt eljuthatunk arra a szintre, részben a MODÉ-nek,
részben a hagyományteremtő módon elindított, céllal elindított Magyar Onkodiabetológiai Szimpóziumnak, reményem szerint később konferenciának köszönhetően, hogy remélhetően rákbetegek, cukorbetegek és akár test súlyzavarban szenvedők számára is reményt kínálhatunk egy jobb életminőségre, egy hosszabb túlélésre. Még egy szakmai visszautalást tenni itt a három betegség, fő betegség kapcsolatára, amit említettem, tehát elhízás, cukorbetegség és rákbetegség. Tehát, hogy nagyon egyszerűsítve lássuk a képet, természetesen ezzel szakmaival lehet még azért vitatkozni, de mégis nagyjából igaz. Tehát az elhízás táptalaja lehet közvetlenül a rákbetegségnek, illetve természetesen a kettes típusú cukorbetegségnek, és azáltal, hogy a kettes típusú cukorbetegségnek is táptalaja, hatványozottan elősegítheti a rák kialakulását, hiszen a kettes típusú diabétesz és a rák viszonyáról pedig tényleg több száz publikáció található az interneten. Tehát mondhatnám úgy is, hogy az elhízást követi a diabétesz és azt a rák. Ez persze túlzó, tehát ez nem igaz, hogy minden, ezt szeretném helyretenni, mielőtt még bárki rémülettel magához kapna, úristen, van rajtam 2 kg plusz, és akkor én rákos leszek, ez nem igaz, természetesen. Mindenesetre, ha valaki végighallgatja az interjút, az láthatja, hogy az egész vagy hallhatja, hogy az egész gondolatmenetnek a lényege az, hogy próbáljam edukálni is az embereket, tehát vigyázzunk a testsúlyunkra, hogy ne legyünk aztán cukorbetegek esetlegesen és daganatos betegek, de természetesen nem lesz minden elhízott ember, sőt a többségük nem lesz rákos, nem lesz cukorbeteg. Cukorbetegeknek a többsége nem lesz rákbeteg, de mindenképpen az átlag populáció, az átlag népességhez képest hatványosabb kockázatot jelentenek ezek a kórállapotok. Tehát ezt vegyük szem, ezt tartsuk szem előtt, és szerintem akkor jár el helyesen valaki, és él egészségtudatosan, hogyha plusz kilói vannak, akkor igyekszik azokat ledolgozni, ha diabétesze van, akkor igyekszik azt megfelelően kontrollálni, a diabetológus által előírt kezeléseket, diétákat, gyógyszereket igyekszik betartani. Egyébként nagyon fejlődik a tudomány, tehát hogyha ezeket valaki szorosan követi, betartja, amit a szakemberek számukra javasolnak, ma már egyre gyakrabban láthatjuk, hogy gyakorlatilag teljes regresszió, javulás, kvázi gyógyulás is bekövetkezhet ezen kórállapotokból. Tehát nagyon fontos az egészségtudatos életmód, figyeljünk a testünkre, figyeljünk arra, hogy mit teszünk, mert ugye azzá leszünk, különös tekintettel figyeljünk a szénhidrát bevitelre, és akkor mindent megteszünk azért, hogy lehetőleg ne hízzunk el, lehetőleg ne legyünk cukorbeteg, és lehetőleg ne legyünk rákbetegek. Köszönöm szépen a tanácsokat és a beszélgetést is, és sok sikert kívánok neked a könyvhoz és a jövőben a kutatás további folytatásához. Köszönöm szépen!